Nekünk eredetileg célunk az, hogy ne csak az atomerőműről, hanem arról is ismert legyen a város, hogy zöld várossá szeretnénk válni. Én azt gondolom, hogy ezen az úton már elindultunk, és egész jó irányban haladunk. Ezekkel a szavakkal köszöntötte a Volán Egyesülés és a Paksi Közlekedési Kft. Által közösen szervezett esemény résztvevőit Szabó Péter. Paks polgármestere beszédében a helyi tömegközlekedés és elektromobilitás sajátosságairól, az eredményekről és a tervekről is összegzést adott. A Volán Egyesülés szakmai érdekképviseletet lát el, amelynek tagjai a helyi közlekedési vállalatok, köztük a Paksi Közlekedési Kft. Is. Szakmai tanulmányútjaikon a szervezethez tartozó valamennyi telephelyet meglátogatják és kicserélik, értékelik a tapasztalatokat. Azért esett Paksra az első választás, mert mind Európában, mind a világban a klímaváltozás, a környezetvédelem kiemelten fontos szerepet játszik, és Paks az egy mintatelepülés ilyen szempontból az országban is, hiszen itt a tömegközlekedést, a közösségi közlekedést már csak kizárólag elektromos buszokkal oldják meg, ezért nyilván adta magát a helyzet, hogy az elektromobilitásról, amikor beszélünk, akkor Paksot válasszuk ennek a színhelyéül. A megnyitók után a konferencia résztvevői ellátogattak a Paksi Közlekedési Kft. Telephelyére, ahol megtekinthették az infrastruktúrát és 4 új autóbuszt is, amelyet vagy már tesztelt a Kft., vagy a közeljövőben tesztel majd. A cég ügyvezető igazgatója, Tavi Tamás a jövőbeni terveket is megfogalmazta a szakmai napon. Még az idejében szeretnénk benyújtani egy pályázatot autóbuszok beszerzésére, okos megállók beszerzésére, olyan informatikai fejlesztésre, ami az utasok számára a mobilitás segíti, illetve az elektronikus jegyrendszer bevezetését, ezt mind szeretnénk most elérni. Ennek a pályázatát az idejében szeretnénk benyújtani, reményeink szerint legkésőbb januárban támogatási szerződést kötni. A telephely látogatást szakmai előadások, bemutatók és tapasztalatcserék követték az Energiaházban.